Kedves barátaim! A Misnával kezdünk a Jevamot traktátus 85-ös lapjának az alján. A mai tananyag az a 86-os lap lesz. És arról lesz szó, visszatérünk az egyik kedvenc témánkhoz, a truma és a mászer fogyasztása. Emlékeztek, ugye? A truma az az adomány a termésből, amit a kohanita kap, és a kohanita megoszthatja a család tagjaival, tehát a feleségével, a gyerekeivel, a szolgáival. A mászer pedig, amit a léviták kapnak, miután a trumát leszettük a termésből, a léviták megkapják a tizedet, a mászert. Arról lesz szó, olyan esetekről lesz szó, amikor valaki már valamilyen kapcsolatban van házasság révén a kohénnal, és mégsem mehet a trumából, és hasonló módon a mászerből. Hát akkor nézzük is. Bászi szalamú reszesz le kohén. Egy izraelita nő, aki csak eljegyezve van a kohén által. Ugye a Tóra szerint egy jegyes is már ehetne a trumából. A rabik megtiltották, hogy a jegyes egyen a trumából, mert attól tartottak, hogy mivel még otthon van az apjánál, ha ő enne a trumából, akkor lehet, hogy adna a testvéreinek, családtagjainak, és az ugye tilos lenne, mert ő egy izraelita lány. Tehát neki nem szabad enni a trumából. Ha mu beresz mi kohén, ha valaki elvált a kohéntól, ugye ha van gyereke akkor a kohéntól, akkor ehet trumát a, kohén, a közös gyerek okán, de még nincs gyerek, hanem csak terhes a nő, akkor még nem ehet. És hogy meresz javam la kohén, vechén bász kohén le iszről, egy kohanita feleség, aki özvegy, akinek nincs gyereke, viszont várja, hogy a sógor esetleg elvegye, tehát várólistán van a sógor irányába, és hogy meresz javam, ugyancsak nem ehet a trumából. Chém bász kohén le iszről, és ugyanígy viszont egy kohanita lány, aki hozzáment egy izraelita férfihez, ugyancsak nem ehet a trumából. Lőszéhád a truma. Eddig jók vagyunk? Bász iszral amú reszesz le lévő, miú beresz mi lévi, s én meresz javam le lévi, vechém bász lévi le iszral. Lőszéhád a májszre. Ugyanez a helyzet a lévitával. Tehát egy izraelita lány hozzámen egy lévita férfihez, de még csak jegyesek, vagy egyelőre csak terhes a lévitől, de még nincs közös gyerek, egy vállás vagy özvegyülés után, vagy várólistán van a lévi test sógorral szemben, és ugyanígy egy lévita lány, aki most egy izraelitának lett a felesége, ezek mind-mind ne egyenek a mászerből. Bász lévi amúr eszesz le kajén, mű beresz mi kajén, sem meresz javam le kajén, Chém bászkajén lé lévi, lé széchá lévi, trúma lé májszer. Mi a helyzet akkor, hogyha egy lévita lánya, egy lévita lány van jegyességben a kohanita felé, vagy terhes a kohanitától, vagy várja a sógorházasságot a kohanitával, vagy ugyanígy egy kohanita egy lévitával szemben. Értitek? Tehát ugye most ugyanarról beszélünk, de most nem izraelita és kohanita, izraelita és lévita, lévita és izraelita, kohanita és izraelita a viszony, hanem lévita a kohanitával, kohanita a lévitával a viszony. Ezekben a felemás állapotokban, amikor egy mondjuk egy lévita lány már nem az apja jogán van, mert hozzáment jegyességgel a kohanita férfihez, de még nem házasodtak össze, akkor trumát még nem ehet a férje jogán, de mászert már nem ehet az apja jogán. Ugyanígy fordítva, egy kohanita lány jegyességben van egy lévita férfival, akkor trumát már nem ehet az apja jogán, de mászert még nem ehet a férje jogán. Most itt enni tartott a misna. A kérdés, amivel a misna kezd, és amivel jó pár bekezdésen keresztül foglalkozni fogunk, az az, hogy tulajdonképpen nem furcsa ez a misna, mert a truma részét a dolognak értjük. A trumából csak szigorúan a kohén ehet,
hogy a kohénnak a családtagjai, mert a truma a szent, az egy szent ételnek számít. De a tizedből, a mászerből ehet egy nem lévita is. Tehát nem lehet adni egy lévitának, nem lévitának, de lehet ehet belőle egy nem lévitának. Tehát tegyük fel, hogy én adok a kohénnak trumát, utána ő nem vendégelhet meg engem abból a trumából, az csak ő ehet és a családja népe. De ha adok tizedet a lévitának, azt oda kell, hogy adjam neki, de utána ő azt annak adja, akinek akarja, és ehet belőle egy izraelita is. Akkor milyen nagy probléma, miért kell beszélni a lévita lányáról? Hogy az már nem ehet a tizedből, vagy hogyha egy izraelita hozzámegy egy lévitához, akkor még nem ehet, hogyha csak jegyesek. Én is úgy ehet. Egy a mászerhez nem kell, ez nem egy szent étel, az nem kell lévitának lenni, vagy lévita házanépének. Világos a kérdés? Kicsit csalódott vagyok, azt kell, hogy mondjam, mert azt hittem, hogy bele fogtok kérdezni. Igen. Az is ugyanúgy kérdés része, hogy hogyan lehet, hogy akkor a misna végén arra van szó, hogy egy kohanita lány még csak jegyese a lévita férnek, akkor már nem ehet a trumából, de még nem ehet a mászerből. Miért ne ehetne a mászerből? Mászerből mindig ehet. Azt mondja a Talmud, hogy hey, Zara minna jachla be mászer. Mi van akkor, hogy valaki csak jegyese a lévitának? Nem ehet a tizedből? Mert idegen lenne, idegen is ehet a tizedből. Semmi köze nem lenne a lévitákhoz, akkor is ehetne a tizedből. Ez egy nagyon jó kérdés. Erre több választ fogunk próbálni adni, mert nagyon nehezen nem világos, hogy ez akkor tényleg a misna, amiről beszél. Amar Rav Nachman amar Shmuel hamanni Rebbi Meiri, de amar Meiser Rishon asur ezar. Azt mondta Rav Nachman Shmuel nevében, ez a misna, ez egy egyedi vélemény, méghozzá Rabbi Meir véleményét képviseli, és Rabbi Meir azt mondta, hogy Rabbi Meir azt mondta, hogy a tized, az csak a léviták ehetnek belőle. Így van értem. Dolog így világos. Mert mindenki más azt mondja, hogy mi mondtuk, ami a halaká is, hogy a tized az nem szent, tehát abból bárki ehet. Rabbi Meir aznak speciális, egyedi véleményem van, hogy a mászer ugyanolyan, mint a truma, abból csak az arra érdemes léviták ehetnek. De tánja. Hol tanultuk ezt? Truma lakai, én Meiser Rishon Levi. Divre Rabbi Meir. Van egy brájta, ahol egyértelműen, legalábbis úgy tűnik most, hogy egyértelműen ezt mondja Rabbi Meir. A truma a kohanitáé, a tized a lévitáé. Ezt mondta Rabbi Meir. Rabbi Lazarben az zárja, ma tirai lakai. Ugyanebben a brájtában folytatja, és azt mondja, Rabbi Lazarben az zárja, megengedi a tizedet a kohanitának. Oké? Okay. Matiroj, miklál, de ikamán, de asszár, ikamán, de asszár. Mit jelent az, hogy megengedi a kohanitának? Tisztázzuk. Kezdjük előről, menjünk egy lépéssel vissza. Tehát, ugye az alapállás az az, hogy a tizedből ehet bárki. Nem úgy, mint a trumából. De miért azt mondja, legalábbis most azt gondoljuk, hogy azt mondja, hogy a tizedből a léviták ehetnek csak, de nem a kohani. Tehát ugyanúgy csak a léviták ehetnek belőle, mint ahogy a trumából csak a kohaniták ehetnek. De Rabbi Meir is azt mondja, hogy még akkor is, hogyha igaz az, hogy a tizedből csak a léviták ehetnek, a kohaniták ehetnek a tizedből. Miért? Mert a kohaniták részei a lévi törzsnek. Ha szentség alapon nézzük, a kohaniták még szentebbek, mint a léviták, tehát a tizedből a kohaniták mindenképp ehetnek. Azt szerint a vélemény szerint is, ahogy a léviták egyedül ehetnek a tizedből, de a kohaniták oda tartoznak. Oké? Okay? Most ennek tükrében nézzük meg még egyszer ezt a brájtát. A brájta mit mond? Rabbi Meir azt mondta, a truma a kohéné, a tized a lévié. Rabbi Lazar ben Azárja azt mondta, megengedem a kohénoknak.
Mi megengedni a koinoknak? Hát mindenki megengedi a koinoknak. Aki nem Rabbi Meir elejött egyet, az még az izraelitáknak is megengedi a tizedet. De még Rabbi Meir is biztos, hogy megengedi a koinoknak a tizedet, akkor miről beszélsz? Ha azt mondod, hogy te megengeded a koinoknak, az azt mondja, hogy van olyan, aki nem engedi meg a koinoknak. Ki az? Elém a noisnoi afle koin. Azt mondja erre a Talmud, nem. De Lezebel az árja nem a fogyasztásról beszélt, hanem az adományozásról. Egy dolog az, hogy kiehet a tizedből, a mászerből, és egy másik dolog, hogy a tized adásnak a kötelességét kivel szemben teljesíted. Lezebel az árja azt mondja, hogy nem csak, hogy ehet a kohén belőle, hanem amikor adományozod a tizedet, nem csak egy lévitának adományozhatod, hanem adományozhatod egy kohanitának is. Miért? Mert a kohanita az egy lévita. Tehát akkor a vita... Miért beszél? Hogy? Miért beszél külön? Már ki beszél külön? Hát, hogyha majd a kohanitának külön, ha a lévinek be, mivel a kohanita az lévita, és abban a törzsből... De ezzel nem ért mindenki egyet? Tehát amikor Rabbi Lazarban az ája azt mondja, hogy a kohénnak lehet adni, megengedi a kohénnak, akkor azt akarja mondani, hogy Rabbi Meir azt mondta, hogy csak a lévita és a kohanita ehet belőle. Én azt mondom, hogy nem csak, hogy a kohanita ehet belőle, hanem még adományozni is lehet a kohanitának. Oké? Tehát akkor tulajdonképpen három szint van. A bölcsek azt mondják, hogy mindenki ehet a tizedből. De ami miért azt mondja, hogy csak a léviták és a kohaniták ehetnek a tizedből? De ami Lazarban a zárja azt mondja, hogy a tizedet nem csak, hogy ehetnek belőle a kohaniták, de még adományozni is lehet a kohanitáknak. Oké? Okay? Stimmt? My time, de ami miért? Kezdjük először megnézni, de ami miért. Miért mondja Rabbi Meir azt, hogy csak a léviták, zárójelben és kohaniták ehetnek a tizedből. Miért megy szembe azzal az általános véleménye, a tized nem szent, és abból bárki ehet? Amara vácha mereidrába mesmédege mara, ki ezt mászerben észre a sem truman a szátin le vim le náhla. A Tóra azt mondja Mózes 4. könyvében, 18-as fejezet 24-es mondat, mert a tizedet, amit Izrael fiai fölemelnek az örökkévalónak, trumaként adtam a lévitáknak örökségül. Má truma szurezarim, af maizra szurezarim. Hogy nevezi itt a lévitáknak adott tizedet? Trumaként. Ez azt jelenti, hogy van valami, ami közös a tized és a truma között. Mi az, ami közös a truma és a tized között? Ugyanúgy, ahogy a truma csak a kohaniták kiváltsága, ugyanígy a mászer, a tized, az csak a léviták kiváltsága. És innen mondja Rabbi Meir, hogy a tizedből nem lehet enni, egy sima izraelita nem ehet a tizedből. Azt mondja a Talmud, így mátruma hajavim ala miszave haimes, áf maiszre hajavim ala miszave haimes. Azt mondja a Talmud, várjunk csak, hogyha ilyen egyenlőséget teszel a truma és a tized között, akkor miért nem viszed tovább ezt az egyenlőséget? És miért nem mondod azt, hogy ugyanúgy, mintha a trumát megeszi egy izraelita, tehát profán módon eszik meg, akkor azért halálbüntetés jár, illetve 20% kártérítést kell fizetni a kohénak. Ugyanígy mondjuk a tizedre is, hogyha valaki eszik belőle, akkor azért halálbüntetés jár, és 20% kártérítést kell fizetni. Legyen az egyenlőség teljes a truma és a mászer között. Azt mondja, Talmud amar krao, mei szúj boj kiehelelú, vija iszív hamisiszol alav, boj velőbe mászer, alav velőbe al mászer. Azt mondja, Talmud azért nem, mert amikor a Tóra ezekről a szabályokról beszél, a truma kapcsán, akkor mindig hangsúlyozza, hogy ez csak a trumára vonatkozik. Például azt mondja, és halljanak meg miatta, mert szentségtelenítették, miatta. Tehát csak emiatt, de nem a tized miatt. És tegyen hozzá egy ötödöt, de nem a mászer miatt egy ötödöt. Oké, akkor Rabbi Meir véleményét értjük. Rabbi Meir azt mondja, hogy van egy tórai mondat, amiben a mászert trumának nevezi a Tóra, akkor innentől tudom, hogy van egy egyenlőség el a mászer és a truma között, és mi ez az egyenlőség? Az, hogy ugyanúgy, hogy a truma csak a kohanitáké, a mászer csak a lévitáké. Mit fognak mondani erre a bölcsek? Ez egy teljesen nagyon koherens hivatkozás. Vera banon, mátruma tőve lesz, af mászer námi tőve. De a bölcsek azt mondják, hogy nem, van egy egyenlőség
a truma és a mászer között, de ez egy sokkal egyszerűbb egyenlőség. Az arról szól, hogy ugyanúgy, hogyha nem adtál trumát egy termésből, akkor az a termés, amíg nem adod le a trumát, addig leadózatlan termés, és ezért abból nem lehet fogyasztani. Hogy? És tilos. Ugyanígy, ha nem adtad le a tizedet, amíg nem adod le a tizedet, az igaz, tevel, addig az leadózatlan termés, és nem lehet belőle fogyasztani. Uke de tánya, ahogy tudjuk is, hogy valóban ez a szabály, Rabbi Jaisziai, mert jachallai echája elal tevesülai hurami mennök a likar, hurami mennök a trumagdai lavelai, ramen maizel isei, maizel isei, vele maizel séni, váfilu maizel anni, minnáin, talmud lai, már lai szucha, lecha, bisor, lecha. Azt mondja, a Talmud, Rabbi Jaiszi tanította, hogy honnan tudom azt, hogy addig, amíg az összes adót be nem fizetted, be nem adtad a termésből, tehát nem adtál trumát, nem adtál tizedet, nem adtál másod tizedet, vagy nem adtál szegényeknek járó tizedet, ugye ez a négyféle adó lehetséges. Truma, tized, illetve váltakozóan vagy másodtized, amit Jeruzsálembe viszel, vagy szegényeknek járó tized, amit a szegényeknek adsz. Honnan tudom, hogyha ezeket nem adtad le, akkor nem ehetsz a termésből. Mert írva van, hogy szuchal lechel bisorecho, ule halenu aimer, ve achru bisorecho ve szövejum. Az van írva a Mózes 5. könyvében, hogy addig, amíg nem adtad le a trumát, addig nem eheted meg, vagy nem tudom, hogy ez a trumára vonatkozik-e, vagy a másodtizedre, kicsit bizonytalan vagyok, mestre, addig nem ehetsz kapuidban, várjátok, ezt mindjárt meg is nézzük, lejszuchál, 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 a szöveg azt mondja, nem eheted meg a kapuidban termésed tizedét, állatod tizedét, stb. És minden felajánlásodat, amit teszel az örökkévalónak, és kezed trumáját, adományát. Oké? Okay? Ez az egyik mondat. Másik mondat úgy szól, hogy amikor a szegényeknek adsz tizedet, akkor egyenek a szegények a kapuidban. Oké? Okay? Mit látunk ebből? Hogy a szegények tizedét kapuidbannak nevezi. Akkor az előző mondatot úgy is lehetne érteni, hogy nem ehetsz majd kapuidban tizedet, trumát, akkor azt jelenti, hogy nem azt nem ehetsz a kapuidban, a kapuidat nem eheted meg. Vagy mi az, hogy a kapuidat nem eheted meg? A szegényeknek járó tizedet, mert a kapuid az a szegényeknek járó tized. Tehát, amíg akár csak a szegényeknek járó tizedet, ami a legenyhébb adó, azt nem adod be, addig nem ehetsz a termésből. Igen, mert a szöveg azt mondja, hogy a szegények egyék a tizededet a kapuidban. És a Tóra azt mondja, akkor a szegényeknek járó tized az a kapuidban, hogy? Számomra értetetlen a mondat a kapuidban, hogy jön mindenek. A kapuidban az azt jelenti, az egyszerű jelentése az az, hogy például a másodtizedet nem a kapuidban eszed, hanem fölviszed Jeruzsálembe. A kapuidban az a lakóhelyedet jelenti. Ezt jelenti egyszerűen. De a bölcsek úgy magyarázzák, hogy megehet, és ezt jelenti azt egyszerűen, hogy a szegények nem ehetnek a kap, megehetik a kapuidban, azt jelenti, hogy nem kell fölvigyék Jeruzsálembe, hanem megehetik a lakhelyeden. A bölcsek azt mondják, hogy itt van egy ilyen kis szójáték. Maga a szegényeknek járó tized, azt hívjuk kapuidbannak. És akkor az a mondat, ami úgy szól, hogy egy másik mondat, hogy nem ehetsz kapuidban a tizededet, a trumádat, mit tudom én, akkor a kapuidban is része a felsorolásnak. Tehát nem eheted, még a szegényeknek járó tizedet sem eheted, tehát amíg nem adod le az összes adót, addig nem ehetsz a termésből. Mi me haszam, ha van minnal, láv, ávad misza, lojk, más van, azt mondtam, hogy jogos, itten akkor ezt már tudom, de nem tudnám, hogy ez egy olyan szigorú szabály, hogyha valaki eszik a tevelből, akkor az nem csak egy láv, nem csak egy botütéssel járó enyhébb tórai tilalom, hanem egy halálbüntetés, egy égi halálbüntetéssel járó tilalom. És ezért van szükség rá, hogy a trumát és a tizedet egy összehozza, és a mászert, a tizedet trumának nevezze az előbb elidézett mondatban, hogy tudjam, hogy ha ezt megszegem a mászer kapcsán, akkor ugyanolyan szigorú halálbüntetés jár érte, égi halálbüntetés, mint hogyha megszegtem a trumával kapcsolatban.
Lisna, Hlina, Meiser, Lisna, Tavim, Drabész, Navka. Egy másik megfogalmazás ennek az egész diskurzusnak az, hogy az első tizedet, ha nem adod le, akkor abból nem ehetsz a termésből, amíg nem adod le, azt ebből Rabbi Yossinak az előbb idézett kapuidban hivatkozásában tudjuk. Íme azt mondja, hogy minden láva, missza lőjük a másfalon. Mire a Talmud azt kérdezi, akkor honnan tudom azt, hogy ez egy olyan szigorú szabály, amiért akár ugyanúgy halálbüntetés jár, és nem csak egy enyhébb tilalom, és ezért kell ez a másik hivatkozás, ahol a tizedet magát trumának nevezi. Oké. Akkor ezt tisztáztuk. Akkor most még egyszer. A Misna mit mond? A Misna azt mondja, hogy nem lehet, hogy valaki hozzámegy egy lévitához, de még csak jegyese, akkor még nem lehet a tizedből. Csak ha elvette. Miért mondja ezt? Mert a Misnánk azt a speciális véleményt követi, Rabbi Meir véleményét, hogy a tizedből is csak a léviták ehetnek, de nem a sima izraeliták, ugyanúgy, ahogy a trumából is csak a kohaniták ehetnek, és nem a többiek. Ez Rabbi Meir speciális véleménye. Tehát ezek szerint a Misna értelme az az, hogy amikor azt mondja, hogy valaki hozzáállt egy lévitához, akkor nem megengedett neki a tized, azt jelenti, hogy még nem ehet a tizedből. Ez az egyszerű magyarázat. Májukimta, de kerebi mér. Én a széfa, azt mondja, akkor nézzük meg a Misna végét. Mit tudom, a Misna vége? Bász léve múr, ezt lesz lekajni, pászkajni le lévi, le is szajhál a lajbe, trumbe, lejbe, májszer, haha, májsz, zaruszika. Tehát, hogyha egy evésről van szó, még minden nem stimmel, mert mit mondott a Misna legvége? Ha egy lévita lány hozzámegy egy kohanitához, de még csak jegyes, akkor a férje jogán még ne egyen a trumából, és az apja jogán ne egyen a mászerből. De miért ne ehetne a mászerből? Mit mondtunk az előbb? Rabbi Meir is, aki azt mondja, hogy a mászerből csak léviták ehetnek, azzal egyetért, hogy kohaniták is ide tartoznak. Akkor mi a gond? Értitek a kérdést? Az egész nem stimmel. Mert eddig a Misna végéig még jók vagyunk, ha úgy magyarázzuk a Misnát, hogy itt Rabbi Meir véleményét követjük, és itt az evésről van szó, és valóban nem ehet a tizedből egy sima izraelita, nincs stimmel. Csak hogy a Misna végén ugyanezeket az eseteket, amikor ilyen felemás állapota van a nőnek, hogy még mit tudom, még nem teljesen házas, csak jegyes, vagy elváltak, de még nincs gyerek, hanem csak terhes, akkor ezeket rávezeti a kohanita-lévita házasságokra is, és ez nem stimmel, mert hogyha azt mondod, hogy a kohaniták is ehetnek a tizedből, Rabbi Meir szerint is, akkor egy lány, aki egy lévita lánya, és most hozzáment egy kohanitához, de még csak jegyese, miért ne ehetne a tizedből? De mind a két fele ehet a tizedből. Az apja jogán ehet a tizedből, mert az apja lévi, és a férje jogán ehetne a tizedből, mert... Olyan, hogy két pat között a földre esett? Két szék között a földre esett? Olyan nincs. Ugye, amikor azt mondom, hogy valaki egy izraelita hozzámegy egy kohanhoz, akkor még nem ehet a trumából, hogyha még csak jegyes. Az egy ilyen elővigyázatosság. Bölcsek megtiltották, hogy a jegyessége miatt egyen a trumából, nehogy a többieknek is adjon otthon a még nem olyan szent. De itt nincs ilyen szentségi probléma, mert bármelyiket nézzük, ő ehetne a tizedből. Amrav Seis, ez máj énai helesz ketani, énai szenesz resusz litraj. Azt mondja a Talmud, felejtsük el azt, amit eddig mondtuk. Nem Rabbi Meirről van szó. Nem arról van szó, hogy eddig vettük. Nem arról van szó, hogy eddig gondoltuk. Tehát, nem arról van szó, hogy ehet-e a tizedből, vagy nem. Mert mindenki ehet a tizedből. Mindenki ehet a tizedből. Egy nem kohanita, egy nem lévita is ehet a tizedből. Mert nem Rabbi Meir véleményét követi ez a Misna, hanem egy speciális dologról van szó. Arról van szó, ha én egy izraelita nő vagyok, és hozzámentem egy kohanitához, mondjuk. Nem. Ha én egy izraelita nő vagyok, és hozzámentem egy lévitához, abban nincs különbség, hogy ehettek a tizedből, mert korábban is ehettem a tizedből. A kérdés az az, hogy van-e jogom rendelkezni a tized fölött? Mit jelent az, hogy rendelkezni a tized fölött? Nem tudom, jelenteti azt, hogy
osztanak másnak sem. Mit kell osztania minden lévitának a tizedből? Van egy szabály, hogy egy lévita, aki kapott tizedet, kell, hogy adjon a tizedből trumát. Ő is kell, hogy adjon a kohanitának trumát, ugye? Egy tizednek a tizedét kell, hogy adja a kohanitának. Ő is kell, hogy adja a kohanitának. Kérdés az, ha én egy lévita felesége vagyok, ha a teljes jogon a felesége vagyok, akkor már rendelkezhetem a tized fölött, amit a férjem kapott, és adhatok belőle trumát mászert, tehát a tizedből levont trumát a kohanitának. De ha még csak jegyese vagyok, akkor nem. De ott nem a férfi a pénzügyminiszter, ha összeházasok, vagy bizonyos esetekre átengedi azt a lehetőséget. A ruha pénzben gazdálkodik. Ilyesmit kérdez a Talmud. Azt mondja, hogy Mikláldene szólni, és Szeneszesúz? Miért egy... Ha házas lenne, akkor adhatna engedélyt arra, hogy rendelkezzen fölötte? Azt mondja, Talmud, én. Igen. De hát tánya, ahogy olvastuk, a Háltam összeből Hamakem, Atemu Bészhem, Limédálne szóbász, és Szeneszesúz, és Szeneszesúz, és Litra. Azt mondja a Tóra, és egyetek belőle mindenhol ti és családotok. Mit jelent ez? Hogy a lévita családja is ugyanúgy rendelkezhet fölötte, mint ő maga. Ennek van egy gyakorlati jelentősége, mert valójában nem arról, itt ugye a gyakorlati jelentőség az az, hogy egy lévita is nem ehet a tizedből, amíg nem ad belőle trumát. És az asszony nem rendelkezhetne fölötte, akkor nem tudna enni belőle. Ez egy praktikus szempontból is praktikus, a nő rendelkezzen fölötte. Ráadásul itt nem jár, ez nem egy valódi döntési helyzet, mert így is ő is kell belőle adni. Tehát nem arról van szó, hogy ezt meg lehet úszni. Oké. Átalai, mert a suszlitraim, a jénő el a lehel, a márta truma, ha murai helesz, májszra kállóik, az oké? Elimadál a szózba, azt mondja, honnan tudom, hogy ez így van? Miért nem mondom azt, hogy egyszerűen csak azt jelenti, hogy ehetnek belőle a háza népe, és azt nem kell mondani, mert a kanitáknál már tudjuk, hogy ehet belőle a háza népe, akkor a lévitán nem kell mondani külön, akkor ez nem jelenteti az evést, hanem jelenti a rendelkezést. A mi misnánk is akkor a rendelkezésről szól. Tehát arról szól, amikor a kohén és az izraelita kapcsolatáról, a lévita és a kohén kapcsolatáról szól, és a trumáról, az valóban az evésről szól. De amikor a lévitával való házasságról van szó, legyen az egy izraelita lány, vagy egy kohanita lány, az mindig miről szól? Arról, hogy adhat-e, rendelkezhet-e a tized fölött, hogy a tizedből adjon trumát. És tűnt. Van egy másik lehetséges válasz is. Ez is egy jó válasz, de egy másik is. Már berédre abban a már. Térjünk vissza ahhoz a válaszhoz, hogy Rabbi miért véleményét követi a misnánk, és az evésről van szó. Nem lehet enni a tizedből, csak lévitáknak. És akkor ez stimmel is a misna első két paragrafusában, ahol lévita és izraelita közötti házasságról beszél, és a felemás házasságról. Okay? Mi van a misna utolsó részével, ahol kohanita és lévita házasságról beszélünk, és ott azt kérdeztük, hogy ott mi a probléma, hogy így is lehet a tizedből. Szóval az egy speciális dolog. Az, a harmadik paragrafus egy speciális dologról szól. Mi ez a speciális dolog? Löjmás én halkin la majszerbe bejsz a granesz. Van egy, ez arról szól, hogy nem adhatunk neki a tizedből a szérűben. Szérűnek nevezik? Hogy szérűnek nevezik? Az mit jelent a szérű, Kálmán? Szérű, ahol pakolják a szalmát. Szóval zseni vagyok. Nem a szalmára, a termésről van szó, szóval az is szérű? Igen, hát a szálas. Hát ekkora nyelvzsenit, mint én. De el vagyok magamtól ámulva. Tudtok adni egy pohár hideg szódát, kérlek, ennek örömére? Hát hihetetlen, hogy micsoda magyar nyelvtudással rendelkezem. És a néprajzi. Magyar néprajzi. Kárpát-medencei néprajzi. Köszönöm szépen. Ahogy az illik, ahogy az elvárható lenne. Egy igen. Lehaim. Csak ámulok a magam tehetségén, tehát egyszerűen nem tudok magamhoz tenni.
Na jó. Szóval, van egy szabály, és erről szól a misnánk, hogy nem szabad a nőnek adni a tizedből a férje jelenléte nélkül a szérűben. Vasz, miről van szó? Két vélemény van. Van egy szabály, hogy arról szól, hogy egy nő oda megy, egy lévitának a felesége. Oda megy a szérűbe, az izraelita gazdához, azt mondja, na, kérem a tizedet. Nem szabad neki adni belőle, csak akkor a férj is ott van. A lévita férj. Most ugye a mi misnánk is erről szól. Mi ennek az oka? Kétféle lehetőség van. Az egyik lehetőség, pillanat. Oké. Még egyszer. Tehát akkor miről van szó? Arról, hogyha... Miről szól az, hogyha eljegyezte a kohanita a lévita nőt, akkor ha eljegyezte, akkor nem lehet neki adni tizedet. Ez egy speciális szabályról szól. Mi ez a speciális szabály? Hogy nem lehet oda menni a szérűbe a nőnek egyedül, hogy vegyen a és kapjon a tizedből. Ugyanúgy. Ugyanúgy, ahogy különben a trumánál is így van. Most a Talmud meg fogja kérdezni, majd egy pár sor múlva, hogy ennek mi köze van. Ja, pillanat. Miért nem lehet? Miért nem mehet a szérűbe egyedül a nő? Két magyarázat van. A trumánál két magyarázat van. Az egyik, tehát még egyszer, kezdjük előről. A misnában szó van a mászerről is. De ez a szabály, hogy a szérűben nem lehet kiszolgálni a nőt egyedül, ez alapvetően a trumára vonatkozik. Ezt a trumáról tudtuk eddig is. A nőre. A nőre. Akkor ő nem fogadhatja el. Igen, igen. Tehát, de ami azt jelenti, hogy ha nem fogadhatja el, akkor senki nem fogja csinálni. Tehát el fogjuk kerülni ezt a helyzetet. Miért nem? Két magyarázat van. Az egyik az, hogy a gazda nem maradjon egyedül a nővel. Snils. A másik magyarázat, az ennél kicsit komplikáltabb. Mi van akkor, hogyha a nő elvált a férjétől, de ő mindig jár oda a szérűre, és már 5 éve elváltak, de még mindig elveszi a trumát. És a gazda nem tudja. Ez a biztonság kedvéért, a férj legyen mindig ott, hogy tudjuk, hogy még mindig együtt vannak. Akkor ez a két magyarázat van most. A Talmud fel fogja tenni a kérdést, majd egy-két-három sor múlva, hogy ennek mi köze van az, hogy jegyes vagy nem jegyes. Ha házas, akkor is igaz ez a dolog. Mindegy, hogy most a színusz miatt van, vagy hogy tudjuk, hogy elvált-e vagy sem. És a Talmud azt mondja, hogy jogos, valójában a misna harmadik paragrafusának nincs köze ehhez, hogy jegyes vagy házas. Bármi legyen, nem egy nőnek nem lehet a tizedet adni egyedül. Ugyanúgy, hogy a trumát sem lehet adni egyedül a szérűbe. A probléma, oké, akkor ezt itt tisztázunk. A kérdés az, hogy miért nem lehet adni a tizedet, ugyanúgy, ahogy nem lehet adni a trumát. Ha azt mondom, hogy nem lehet adni a tizedet, vagy a trumát, ha azt mondom, hogy a trumát azért nem lehet adni a cniusz miatt, akkor az ugyanolyan magyarázat a tizedre is. Most nem mindegy, hogy trumáért megy oda, vagy tizedért megy oda, hogyha egyedül maradnak, az lehet, hogy váratlan eseményeket, szemérmetlen dolgokat fog eredményezni. De ha viszont azt mondom, hogy a probléma a válás, akkor az a probléma hol merül föl? Valójában csak a trumánál van. Mert a trumából nem ehet egy izraelita nő, hogyha már nem kohén a férje. De a mászerből ehet egy nem izraelita nő is. Azt mondja, a Talmud, oké, de ulatán mih baszkrusa baszkai, minél akrabat rumo?
Azt mondtam, hogy oké, de akkor viszont, ha ez így van, hogy ez egy, ezt kérdezed, akkor megkérdezhetnéd azt is, hogy mi az oka annak, hogy ez a szabály, hogy nem lehet a szérűben adni trumát a nőnek egyedül, az arra a nőre is vonatkozik, aki nem csak hogy egy kohén férje, hanem egy kohén lánya is. Akkor ott nincs kérdés, mert hogyha elvált, akkor is kaphatna a trumából az apja jogán. Mi az oka annak, hogy mégsem kaphat? Mert hogyha adnánk neki, akkor adnánk olyan izraelita nőnek is, aki a kohén felesége. És akkor ez így van, akkor ugyanez a helyzet a mászerrel is, hogy azért nem adhatunk a lévita feleségének mászert, hiába ehet belőle, mert ha adnánk a lévita feleségének mászert, adnánk a kohatita feleségének is trumát. Nem tudom, hogy tudtátok-e követni, de majd megnézitek újra. Ihachi. Máj írja mezős. Ez lesz a főnök szóval számé. Ájdi tanulésom, hogy reszesz, tanulj nám, hogy szépen műre reszesz. Azt mondta, amúgy, akkor amit az előbb már említettem, hogy akkor ennek mi köze van ahhoz, hogy most jegyes vagy házas. Ha házas, akkor ugyanúgy tilos. Mi a... Azt mondja, igen, jogos, itt írhatta volna azt is, hogy házas, azért használja ezt, hogy jegyes, mert a Misna első két paragrafusában is a jegyesekről beszélt. Oké. Most... hogy? Ilyen szemantikai okai vannak. Larissa bal lábbal kelt föl, és azt mondja, hogy a nő megbízhatatlan. Senki nem mondta. Nem tudom, hogy miért, milyen komplexusok vannak itt. Soha senki nem mondta, hogy megbízhatatlan. A férfi megbízhatatlan. Így van, és én fölültem ennek a provokációnak. Na, kedves barátaim, nézzük meg ezt a kérdést, amiről már beszéltünk, hogy akkor mi jár a kohanitáknak, mi nem jár, tehát hogy a tized az a lévitáknak jár, ehet-e belőle a kohanita, ehet-e belőle izraelita, ugye? Lehet-e adni a kohanitának is a tizedből, ugye ezeket itt most említettük. Tanura Bono, következő tanultuk egy brájdával. Truma le kohen, a trumát a kohanitának kell adni. Májszer is jön a lévi. Az első tizedet a lévitának. Divré Rabbi Akiva, ez Rabbi Akiva tanítása. Te már szaladsz előre, itt most nem erről van szó. Rabbi Akiva azt mondja, hogy csak a kohanitának lehet adni a trumát, és csak a mászer csak a lévitának lehet adni. Oké, várjál. Türelem, rózsát tere. De mi lazabben az állja, hogy miért? Lakoyen! Azt mondta rá, hogy lazabben az állja, mondtam, mint a kedves barátunk, Mér Jákob. A Kohénnak is lehet adni, a tizedből. És a furcsa az, hogy nem azt mondja, hogy is, hanem azt mondja, hogy a Kohénnak. A Kohén, mert olyan lévi, csak a Kohénnak lehet adni a tizedből, azon az túlzás lenne. Ne, áf Lakoyen! Úgy kérte a Kohénnak is. Oké, tehát akkor Rabbi Akiva azt mondja, hogy a trumát a kohénnak adom, a tizedet kifejezetten a lévitának adom. Rabbi Lazaben az árja azt mondja, a trumát a kohénnak adom, a tizedet adhatom a lévitának is, meg a kohanitának is. Nézzük meg, hogy mi a vitájuknak az alapja. My time a Rabbi Akiva. Először is Rabbi Akiva. Miért mondta Rabbi Akiva azt, hogy a léviták, kizárólag a léviták kaphatnak a tizedből? Dixivel a levim, te dáberben márta lejjem. Amikor a tizedről van szó, akkor a Mózes 4. könyvének 18-as fejezetében azt mondta a szöveg, és a lévitákhoz beszélj, és mondd meg nekik, ha majd veszitek Izrael fiaitól a tizedet. Van egy hangsúly. A lévitákhoz beszélj, és mondd meg nekik. Tehát akkor azt a hangsúly mit akar mondani, csak a léviták kaphatnak belőle. Vidach, mit fog mondani erre, hogy lazabben az árja? Ez tényleg egy jogos felvetés, hogy itt ki vannak hangsúlyozva a léviták. Kérdezik, Rabbi Suhaben Lévi szerinte ez arra vonatkozik, amit Rabbi Suhaben Lévi tanított. De hamar Rabbi Suhaben Lévi be eszri várba, mert könyveztik rá, akkor jánim levím, de zelkod, mert ember, akkor jánim levím, be négy szadak. Suhaben Lévi azt mondta, a Tórában, a Tanakhban 24 helyen találjuk
hogy a kohanitákat lévitáknak nevezi a szöveg. Az egyik ebből a 24-ből, amikor azt mondja Ezékiel, a kohaniták, a léviták, Cadok fiai. Akkor itt is a léviták, amikor azt mondja, és a lévitákhoz beszélj és mondd meg nekik, az nem a lévitákat jelenti, hanem a kohanitákat jelenti. A kohaniták is léviták. Mit mond erre Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, hachallai maci szamlesz. Azt mondta Rabbi Akiva, itt ezt nem lehet mondani, hogy itt a léviták, a kohaniták. Nichszíva, háltam a iszöbökholmakém. Mert az van írva, és ehetitek bárhol, mármint a tizedet lehet enni bárhol. Mi is a jachel lechlebökholmakém, mert ez a könyv, és én a jachel lechlebészak varesz. Akkor ez azt jelenti, hogy ha a tizedet ehetitek bárhol, akkor ez azt jelenti, hogy olyanokhoz beszélek, akkor akik bárhol ehetnek. A kohaniták viszont van egy hely, ahol nem ehetnek. Hova nem mehetnek a kohaniták? Fantasztikus, Zseni. A temetőben nem mehet egy kohanita. A temetőben nem ehet a mászerből. Akkor kihez beszélt itt Mózes? A lévitákhoz, és nem a kohanitákhoz, mert azt mondta, és egyétek minden helyütt. A temetőben nem lehet, ehetnek, akkor ez nem a kohaniták, hanem a léviták. Idach, mit fog elmondani, hogy az ez állja? Kol hécha de baji, de lai baji hajma. Jachin lebe tumasz a guflai laki. Szerintem ez nem ezt jelenti, azt jelenti, hogy mindenütt, ahol akarod, és nem kell, hogy a szent városban egyed. Tehát, hogy Jeruzsálemben egyed. Magyarul, hogyha tisztátalan vagy, és azért a városból ki kellett menned, hogy a tisztátalant kiküldik a városból, akkor is ehetsz belőle. Tehát nem úgy, mint a trumát, amit a kohaniták is csak szentségben, tisztaságban ehetik, a tizedet ehetik bárhol. És ezért szerintük ez jelenti, hogy egyétek mindenütt. Akár Jeruzsálemen kívül is. Oké. Tehát akkor tulajdonképpen itt van egy vita, Rabbi Akiva és Rabbi Elazar ben Azárja között. Rabbi Akiva azt mondja, hogy a tizedet csak a léviták kaphatják, Rabbi Elazar ben Azárja azt mondja, hogy a kohaniták és a léviták közé tartoznak, tehát ők is kaphatják a tizedet. A Higgins, de Háve Sakir, Rabbi Elazar ben Azárja már szemmi semmivel. Rabbi Elazar ben Azárja maga kohanita volt. Kicsit gyanús. Nem? És ő mondta azt, hogy a kohaniták kaphatnak a tizedből. Nem feltételezünk semmilyen ilyesmi, de mi történt? A következő történet volt. Rabbi Elazar ben Azárja járt egy termőföldre, és ott kapta mindig a tizedet. Mint kohén kapott tizedet. A saját véleményét követte, hogy az a Rabbi Akiva, Rabbi Akivának ez nagyon nem tetszett, és mit csinál? A hadrele piszkale békfari. Oda ment ehhez a földhöz, és megváltoztatta a bejáratát. A föld pont egy temető mellett volt, és úgy csinált, hogy a bejárat az pont a temetőn keresztül legyen. És ezzel megakadályozta, hogy Rabbi Elazar ben Azárja be tudjon menni. Amár erre azt mondta Rabbi Elazar ben Azárja, a kiva betel milaj, vagy anna achia. Azt mondta Rabbi Elazar ben Azárja, akiva a maga kis vándor tarisznyájával. Már majdnem megint el akartam ámulni a fantasztikus nyelvtudáson. Érdekes, hogy a magyarul tarisznya, hémerül tármil. Nagyon hasonló két kifejezés, nem? Lehet, hogy mind a kettő valami, lehet, ez a tarisznya, ez ami valami keleti, valami török behatás. Már a filológiával is barátkozom. Anyways, szóval azt mondta Rabbi Elazar ben Azárja, ez a Rabbi Akiva a tarisznyájával, én pedig éljek? Több vélem is van, hogy mit akart ezzel mondani, ez egy ilyen leszólás volt, egy kiszólás, hogy azt mondta, hogy ez a ki ez a Rabbi Akiva, egy betértek gyereke, ez 40 éves koráig azt sem tudta, hogy eszik vagy isszák, és én pedig egy kohanita vagyok, és ezt csinálja velem. Mások szerint pont fordítva azt akarta mondani, hogy úgy tűnik, hogy ez a Rabbi Akiva egy nagyon bölcs, mit tudok én erre mondani, nem világos, hogy ez most mit akart ezzel mondani, minden esetre megvoltam véleménye. Oké. Okay. Utolsó nekifutás. Mit látunk, hogy Rabbi Akiva és Rabbi Elazar ben Azárja vitája úgy tűnik arról szól, hogy a Tóra szerint a kohaniták kaphatnak-e a tizedből, vagy sem. Van azonban egy másik történet, hogy amikor Ezra visszajött Babilóniába, Babilóniából, és újra kezdte a
zsidó állam építését, akkor csomó rendeletet hozott, tudjuk, hogy tudom én, hogy ő hozta a Máj rendeletét, a Mukce rendeletét, csomó rendeletet hozott. Az egyik rendelet, amit hozott, az az, hogy a léviták ne kapjanak a tizedből. Ne vegyenek a tizedből. Miért? Két vélemény van, hogy ezt miért rendelte el. Az egyik vélemény az az, hogy ezzel a lévitákat akarta büntetni, mert a léviták nem jöttek föl vele a felhívásra Izraelbe, amikor lehetett volna, hanem inkább ott maradtak Babilóniában, azt mondták, nem jöttetek? Akkor nincs tized. A másik vélemény meg az, hogy ezt azért hozta, nem a lévitákat akarta büntetni, hanem a kohanitákat akarta segíteni. Hogy amikor a kohanita tisztátalan, miből fog ő élni? Egy tisztátalan kohanita nem élt a trumából, akkor miből élhet? Nincs mit ennie. Földje nincs, akkor mit tegyen? Mert azt mondta, a tizedet ne a léviták kapják, kapják csak a kohaniták. Hogy abból legalább abból elsenek, mert a tizedből nem kell tisztának lenni. Most, hogy miből élnek a léviták, azt ne kérdezzétek ilyenkor. De gondolom, az volt, akkor ez azt is jelenti, nem feltétlenül a léviták nem kaphattak a tized... Oké. Okay. Akkor nem biztos, hogy azt jelenti, hogy a léviták nem kaphattak, hanem a kohanitáknak is lehetett adni. Most a kérdés az az, mi is lémal, mande amár, se löj allum is machikan szíule, mande amár, kede is iszmokha kajhánim bimétum asszum is kajhánim a szíule levím. A Talmud még tisztázni próbálja ezt az egészet. Pontosan azt a kérdést, amit én most feltettem. Azt mondja, ha tényleg büntetni akarta a lévitákat, akkor lehet érteni, hogy elvette a lévitákat és odaadta a kohanitáknak. De hogyha a kohanitákat akartak segíteni, akkor mi? Akkor miért bünteti a lévitákat, hogy elveszi tőlük és odaadja a kohanitáknak? Ezek szerint ez azt jelenti, hogy mégis elvette tőlük. El a kulám, de kansza, sülaj alubi mézra. Szóval hogy ezért valójában mind a két fél azt mondja, hogy ez egy büntetés volt azért, mert nem jöttek föl Ezrával a Szentföldre. Már szavar kancellánim, már szavar kajhányi mértem azt mondani, minó. A kérdés az az, hogy ezek után, hogy a lévitáknak járó tizedet elvette a lévitáktól, kinek kell adni azt? Az egyik vélemény szerint a szegényeknek, a másik vélemény szerint a kohanitáknak, mert amikor a kohaniták tisztátalanak, azok szegények. És ezért ez a vita. Mindenki egyetért, hogy ez egy büntetés volt a lévitáknak. Kérdés az, hogy akkor mit kell vele csinálni. Az első vélemény az, hogy a büntetés a lévitáknak, adjátok a szegényeknek léviták helyett. A másik az, hogy nem, adjátok a kohanitáknak azért, mert ők a tisztátalanak, nincs mit tenniük, akkor így kapják őket. Most. Bislém mánda ammár kancelán nimi sumachi adrenebe kivel piszkala békfari. El mánda ammár a kajánem mári adrenebe iszfari. Most akkor nézzük meg az előző történetet. Rabbi Akiva és a Blazaben az árja mikor éltek? Mikor élt Rabbi Akiva? Hogy? 1000 éve? Ne. 2000 éve. A másik szentély idejének a végén, és a másik szentély, nem, sőt, a másik szentély pusztulása után. Ugye a Bar Kokhba felkelésnek volt a egyik alakja. 130. Második évszázad. Polgári időszámítás második évszázad. Tehát akkor abban az időben már hogy olyan 5-600 éve vagyunk Ezra után. Most, ha igaz lenne az a vélemény, hogy a, most a Talmud mikor diskurál erről, még 400 évvel később, vagy 500 évvel később. Szóval, ha igaz lenne az, hogy a Ezra rendelete után a kohaniták kapták a tizedet, akkor miért fordította meg a termőföld bejáratát, hogy az a temetőbe menjen, hogy a lezeben az árja ne kaphasson belőle, ezek nem logikus. Akik amelén, ídek a asszizbe tajrász kansza iszlach, ikad asszizbe tajrász haluka le iszlach. Azt mondtam, hogy van rá magyarázat. De ugye Kiva csak jelezni akarta. Te mit mondasz, hogy szerinted a Tóra szerint is te kaphatod? Azt nem. Ha azért jöttél, mert azt mondtad, hogy a büntetés a lévitáknak, és akkor te kapjad meg a léviták helyet, mert Ezra így rendelte el, és kajak, rendben van, ekkor ez nem van. De te nem ezt mondod. Te azt mondtad, hogy a Tóra szerint is kaphatnak a kohaniták a tizedből. Nem csak a léviták. Ezt nem. Ezzel nem értek egyet. Ezért megfordította, hogy a bejárat az a temetőtől legyen. Umi nalandelői szilkubi mehezra.
Azt mondtam, hogy oké, akkor nézzük meg egy kicsit. Honnan veszük ezt, hogy ez az ideje nem jöttek fel a léviták? És ezért büntetést kaptak? Dich szíve ekbecémele nahara boala ahava. Nahne sam jamim slajsa. Vár vina ba amuba kajhánim, umib nej lévi lejmec az is. Ezre azt mondja a 8. fejezetben, és összegyűjtöttem őket az Ahva melletti folyóhoz, és ott voltunk 3 napon át, és megismertem őket, a népet, a kohanitákat, de léviták fiai közül egyet sem találtam. Oké, amarav chizda, bet chilalai hajumán midim sajtrim, elemine levim. Kezdetben, amikor zsidó nép történetének kezdetén, a rendőrök, épp most olvastam a indexen, hogy nagy rendőrhiány lesz. Föl fognak mondani a rendőrök, nem lehet rekrutálni elég rendőrt. No, a probléma nem volt meg Mózes idején, mert kik voltak a rendőrök? A léviták. A lévitákat rendelték ki rendőrnek. El a mindenlevim sem nem már, hogy írva van a Divrei Yamim krónikák könyvében. Sajtrim a levim lifnéhem, a lévita rendőrök pedig járnak előttetek. Ugye a rendőröknek itt a hát tulajdonképpen ugyanaz volt a feladat, mint ma, de itt elsősorban úgy hivatkozunk rájuk, mint a bírósági végrehajtó, aki a bírósági ítéletet. Hát ez gyakorlatilag ugyanaz. Ugyanaz. Achsav, viszont manapság ez már nincs így. Én már midim sejtrim emi Israel, most viszont már manapság, már izraeliták a rendőrök, és nem már, sejtrim a rábim ber a sejhem, ahogy írva van, ahogy írva van, a sok rendőr a ti előttetek, a sokasság azt jelenti, hogy nincs rekrutálási probléma, tehát nem, a levitáknak a száma az korlátozott, viszont a sok az azt jelenti, hogy nincs korlát, tehát bármennyi lehet, tehát az izraeliták közül is vannak rendőrök. Kedves barátaim, idáig tartott a mai tananyag. Öröm és megtiszteltetés volt, mint mindig. Legközelebb, tudom, hogy ez egy fájdalmas dolog, amit most mondok, de csak hétfő este fogunk találkozni, és ezért sajnos még 2 nappal le fogunk maradni a jelenlegi tanulmányunk, az már összesen 4 napnyi lemaradás. Ezért bízom benne, hogy a következő 5,5 évben be fogunk tudni hozni, de ettől függetlenül kívánok mindenkinek egy nagyon szép ünnepet. Hag Sameach, Sávolti ünnepre, Gut Shabbos, a legjobbakat mindenkinek. Viszontlátásra, viszont hallásra.